Sziasztok, ez itt az egyedüli privát videóm. Sziasztok, én is itt vagyok. És... kicsit halkabban is lett. És ez egy újabb videó lenne Bencével. És ez egy olyan videó lenne, ami ilyen... még nem volt. És igen. Ilyen videó még nem volt, gyerekek. Mert ez a videó abból fog állni, hogy mi poharakat fogunk aláírni Valentin nap alkalmából. Ja. Úgyhogy ez egy ilyen Valentin napi kis külön videó lenne Bencével, mert az a feladatunk, hogy ezekre a poharakra, ezek a poharak, amik ma alá vannak írva, ezekre a poharakra írjunk személyes üzeneteket az embereknek, és írjuk alá. Ez tetszik. Hol kell ezt kibontani? Aha, itt van. Szóval a helyzet a következő. Nem kell recseteltem közben. A helyzet a következő, hogy nem tudja kinyitni. What? Izé. Na. Kicsit halkabb mondom, úgy felettem a mikrofont, hogy... na. A helyzet a következő. A Babalogyinál ugye lesz saját teánk, neki is, meg nekem is, ezek a Saulusos és Pum Pum teák. És a lényeg a következő. Ez a pohár, ez double cap-es. Ennek az a lényege, hogy az egyik felében az én teám, a másikban meg a Póláé lesz. És ezeket úgy írjuk alá majd, hogy a vásárlók ezeket egyébként szét fogják szórni a Magyarországon található Babalogyikban. A vásárlók nagy valószínűséggel megkapják, amíg tart a készlet erejéig. Vagy igen, 500 darab ilyen pohár van, és mind az 500-at aláírjuk, persze nem videóba, és pár darabot kipingálunk, és személyes üzeneteket küldünk rá. A telefonszámomat. Meg igen, ilyenek. Meg ilyenek, és ezek ilyen különleges poharak lesznek, hogyha valaki ezeket megkapja. Igen. És arra szeretnénk titeket buzdítani, hogyha vásároltok teát, nyilván a mi teáinkból, mert csak a mi teáink lesznek így dedikálva, ilyen double cap-esek. Igen. Akkor fotózzátok le és tegyetek ki Instagramra. És akkor hashtageljétek be a cuccokat. Hogy... illetve minket. És jelöljetek meg, hogy nyilván lássuk ezeket a dolgokat. Igen. Akkor itt vannak, a feketét megkaphatom, kérlek. 4 színt vettünk filcekből, van piros, zöld, meg kék, meg fekete. És a fekete néz ki a legjobban, ezért próbálom most ellopni, akkor én csinálom. És akkor alá fogjuk írni ezeket a poharakat, a személyes üzenetek. Miket írjunk rá, örök igazságokat ilyen. Először is aláírom, odaírom, hogy Béla, Bence. Béla. Bence. A szék nyikorom. Izé. Bence, és akkor személyes akkor üzenet. Mi legyen a személyes üzenet? Szerintem valami olyan kell, amikor gondoljunk, hogy milyen korosztály, néz. Hát a 80 évtől fel. A nyugdíjas korosztály az az legyen, hogy... kapd fel a protézised. Jó! Ugye én össze fogom így törni ezt a széket. Én meg rajzolok rá egy nyuggert. Kapd fel a... protézisem. Ez egy kicsit mindegy. Hashtag no sértés. No sértés. Én rajzolok egy... csak egy sértés. Jaj, rajzolok egy nénit. Az a néni az kb. Úgy néz ki, mint egy pulikutya, akinek sonkateste van. Jézus, mekkora szemei vannak, hogy ez mi az? Az a szemüveg. Minek örül ennyire? Nagyon nyugdíj, vagy mi van? Így néz ki Pólának az alkotása. Egyébként ezt az egy poharat nem fogjuk odaadni, ezt a Vaterán honlaptól 98 ezer forintért meg lehet vásárolni. Nyugdíjas kiegészítő, előnyei lehet belőle inni. Na, Bence, és akkor mit írjak rá? Orbán Viktor telefonszáma. Orbán Viktor... Viktor... telefon száma, és akkor ráírom a telefon számát Vikinek, én csak így szoktam becézni a tesót, Viki, Orbán Viki. Ismerem ugye, és akkor megadom a telefon számát, hát 0670. Nagy spanok vagyunk. Igen. 1-1-1-1. Hány szám kell legyen? Na, protézis ár 5000 forint per darab. Hát igen. Úgyhogy ez lesz, ez nagyon jó pohár, hallott szerintem. Megadjuk a főnöknek ezeket a poharakat, elolvassák, megnézik, és így what the fuck. Hát igen, kb. Egy kislánynak, tudod, kiveszik, hogy így odaadjuk, és így mégse inkább másikat. Így, hogy adja oda egy Orbán Viktor telefonszámot. Várjál, Orbán Viktor már odarajzolok egy stadiont. Csak hogy így... hülye.
Jó. Oké, egy darab kész. Még csak 499 darab, mert egyébként 500 darab van. Most csak 499 egész... Nem. Egész egy pohárnál? Jó, nyomassuk tovább. Bence. Polla. Mindjárt kifogy. Oda írom, hogy mindjárt kifogy, írd oda. És itt a végére már nem tudod odaírni, mert Jó. Baj. Ki. Fog. Fogy. Mi? Igen, kb. Lol. Megtréfáltad. Ki fog fogyni? Szeretnék ide egy pénzes zacskót. Ha. Ördögüzést folytatom a fétszel. Ha. Tessék, kész. Ki fog fogyni? Ha, ha, ha. Ta, 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 ta. Ez mindenre hasonlít, csak nem egy pénzes zsákra. Hogy is mondjam, ez úgy néz ki, mint egy trollnak az egyik ujja. Egy troll-like. Kb. Úgy néz ki, mert ez ilyen hegyes körme van. Befestem, várja. Így. Értem. Kész. Amúgy tényleg elég furán néz ki, nem mindegy. Javíts már ki! De hogy javítsam? Mi van, hogyha egy kis cuki 5 éves kislány kapja meg? Amúgy tényleg ez nagyon hasonlít egy... Most mi csináljak? Nem tudom. Én így nevetek most. Arra azt fogom ráírni csak, hogy ha. Ha. Ez valami ördög szállt a pohár. Ha. Ha, 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 ha. Megoldottam, Póla. Na! Most miért? Most miért? Igen, most mi van? Ez jó. Tökéletes. Nekem ez tetszik. Jó néz ki. Ha, 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 ha. Tök jó. Jön a Bence. Akkor én meg a női változatát rajzolom meg. Erre a pohára, mert látjátok, ez valami nem tudom mi. Én megrajzolom a női változatát. Hi-hi-hi-hi lett a másik benne. Ez a kreativitásunk, ez határtalan. Igen, ez vicces pohár. Funny. Viszont jól néz neki, én nekem tetszik. Jó, akkor... De kérek, ja itt van, jó. Polla. Koronát akarod, azt hogy kell? Nem tudod, hogy kell rajzolni egy koronát? Kicsit ilyen Tesco-s korona lett, de... Odaírom nagyba, hogy King. Ez nem tudom, mi akart lenni. Ez egy fésű. Ez tetszik. Fésű. Fésű. Az egész életed egy fésű. Te vagy már egy fésű. Hát ez a korona egy kicsit ilyen... Tudom! Polla. Szeretem Bencét. Dehogy is. Ja. És nem azt írom. Amúgy imádlak. Szép mentés, gratulálok. Gratulálok. Jó. Fésű. Ez egy fésű. Bence. Szereti a fésű. Humorcukorka. LOL. Tök jó. Mit írjak rá? Humorcukorka. Az élet. Jó. Kifogás. Nem, kifogása. Az élet hogy olyan... mondják? Szalámi. Mint egy... Mint egy szalámi. Pik. Szalámi. Oh, pik szalámi. Humorcukorkát rajzoltam, mit rajzoltam? Egy csirke combot? Jó. Ez a csontos része. Hallod, ebből egy hal lett. Na mindegy. Oké, okay, szép mentés. Te ez... Én nem tudom. Minek körül ennyire ez a hal? Az egy fóka! Dehogy fóka. De. Te vagy már a fóka. A toj rajzoltál egy ilyen kis... Ez a blugy-blugy. Mi az keze? Fókának nem keze van. Egy igen? Csápja. Csápja. Oda rajzolj egy eszkimót. Megmutatom, srácok, az eszkimót. Ó, ez mondja az eszkimó. Ó, ó, ó. Fóka, ó. Fóka, ó. Fóka, ó.
Nem szívott semmit, esküszöm. Apró darab húgolt cukorkákat rajzolni. Nagyon fáj a hátam. Oda is írom. Hallod? Írok orvosi receptet rá. Jó. 2 aspirin. Fáj a háta? Abutálja a villamos, ingyen megcsinálja. Naponta. 3 deciliter. Paracetamol. Hogy micetamol? Paracetamol. Az meg mi a halálom? Én nem tudom, valami gyógyszer, Mária. Nem tudom. Fájdalom csillapító. Nem akarom bevenni. Aspirin 2, aspirin naponta 3, igen, paracetamol. Tuszin. Mi tuszin? Köhögés ellen. Robi tuszin. Tuszin 2 reggel. 6 este. Akkor már biztos nem fogsz köhögni. Fluimucil. De miért? Most odaírod, hogy de miért? Hát igen. Közben nekem itt készül a színes húgolcukorkás. Nice. Srácok, ennyi lett ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek. Reméljük, hogy vásároltok ilyen termékeket. És reméljük, a jobbnál jobb poharakat megkapjátok, és várjuk Instagramon a képeket. És feltöltitek, megjelöltök, hogy lássuk. Remélem, hogy valaki meg fogja kapni. Erre leszek a legkíváncsibb, az orvosi receptemre, amin az áll, hogy 2 aspirin naponta, 2 paracetamol, tuszin, 2x1 reggel és 6x este. Szóval reméljük, megkapjátok ezeket a gyönyörű double cap-es poharakat, és várjuk a szerencsés embereket, akik a egyedi poharakat fogják megkapni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!